tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatodd az öveket és tűnj hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Média bemutatja. itt a White Sam, az MD Media filmes kibeszélője. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Weizen filmes kibeszélő első adása a Parallax és Univerzumban a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Számozás tekintve ez ugye negyedik adásunk, mivel az mtv.hu égisze alatt néhány éve már készítettünk három műsort Magdival és Csabával, ezeket a részeket az elmúlt hetekben a Parallax és csatornáira is feltöltöttük. Az első három részben közös pont volt, hogy együtt mentünk el moziba megnézni a filmeket, mostantól viszont az a köz közös pont, leginkább egyfajta ilyen nosztalgia, a közös vaku emlékek felfedezése, felidézése lesz, ugyanis mostantól olyan klasszikusnak mondható 80-as, 90 es években és alkotásokról beszélgetünk majd, amik valamilyen ok miatt nem férnek bele a Parallax és Podcast adásaiba, így kihasználva a nyári szünetet, újraindítottuk filmes kibeszélőnket. A Vájszem tehát mostantól 8 héten át a szokolébresztővel felváltva két hetente csütörtökönként hallható, szeptembertől pedig havonta jelentkezik. Majd. Ezután a hosszú bevezető után nagyon sok szeretettel köszöntöm mai beszélgető társaimat, az Impulzus Podcast állandó szereplőjét, Faragó Dévet. Szia Dév! Szia Adam, sziasztok! És Kő Gergőt, az űrszekerek az szinkron rendezőjét. Szia Gergő! Hello, sziasztok, üdvözlök minden kedves hallgatót! No, én a 90-es években láttam ezt a filmet, 12-14 évesen, amikor kivettük a Béketéri videótékából. Anyuval imádtam, más volt számomra, mint az akkoriban látott kifik, és viszont mindeközben ugyanazokat a kliséket pufogtatta, de valahogy ez nem volt számomra negatív, van, nem csapódott le, hanem inkább ettől az ismerős dolgoktól jobban szerettem. És el, amikor Szúr megjelenik ott egy ilyen hologramként, hologram fejjel ott az eligazításon, akkor azért azt ott mindig vhs áttekertem, tehát ott nagyon, nagyon féltem, de itt az adás előtt ti is elkezdhetek beszélgetni egy jelenetről, ugye, amikor a Bétőegység átalakul, és ott lerántja magáról a, a, a takarót, és ott látjuk, ahogy ottan felfúvódik az arca, hogy levegőt vesz. Ez egyébként egy tök jól kinéző, egy tök ijesztő, de tök jól kinéző dolog. Nekem egy kicsit félelmetes volt, hogy így, így megnéztem. Nem emlékeztem rá, pedig láttam a filmet nagyon-nagyon régen, nem emlékeztem már csak így nagy vonalakban, de erre, erre az ijesztő jelenetre úgy, úgy, úgy nem maradt meg bennem. Éppen beszéltük, hogy egy kicsit nekem olyan, olyan volt, mint amikor a Légy című horrorfilmbe alakul át a főszereplő. Úgyhogy egy kicsit félelmetes volt, de ahogy így néztem magát a, a filmet, úgy még volt benne egy-két ilyen ijesztő. Ugye nem csak ez a fej, mert nekem ez a fejre egy kicsit másra szociált, így hirtelen, ahogy megnéztem. Jó, volt ez a jelenet, amikor először ülnek a taxiba, hát taxi autóba, és akkor hirtelen megfordul a, a, a jaj, hogy hívták ezt a főszereplőt, aki besorozta a fiatal embert, most így nem ült eszembe. Kentauri. Kentauri, tényleg a Kentauri, és hirtelen megfordul, és akkor kiderül, hogy egy ilyen világító szemű lényről van szó, és olyan hirtelen fordult, meg hiszem, hogy csak még most is. De amúgy, külön, amúgy, különben nagyon, nagyon aranyos volt, nagyon aranyos volt, igen. Volt benne egy-két ilyen félelmetes jelenet mert nagyon jók a maszkok. Hát 84-ben egy, 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 film a maszkokkal és a fizikai részletekkel tudta a nézőt lenyűgözni, viszont ebben a filmben, 1984-ben bámulatos 3D-s komputergrafika van, mindent megelőszinte, mert beszélhetünk a trónról, ugye, ott is van, de azért egy kicsit egyszerűbb a Tronnak ott a, a grafikája, az ott kicsit olyan kétsikúbb, kétdimenziósabb, meg hát persze ott van a Star Trek a Kánharagjában, ott van egy ilyen szimuláció, de hát azt képernyőn látjuk, és amúgy tényleg az is csak egy demó, de az mondjuk 82-es, viszont itt egy komoly szumer, szuper számítógépet vetettek be, és én tavaly néztem újra ezt a filmet, már HD-ban és lenyűgözött, hogy pöpec, tehát ahogy ez a grafika kinéz, a felületek, a, a textúrák, a, a fényezés meg van csinálva, a modellek, tehát nem látok életlenséget, vagy jó, mondjuk 2000-es években mondjuk ilyenek voltak a számítógépes játékok, de hát 20 év múlva hozták fel ugye a, a PC-k, ugye, hogy ilyen minőség grafikát csinálnak, akit szuper számítógép dolgozott, azt hiszem egy 15 milliós gép, hogy ezt megcsinálja, Ilyenkor én azt kívánom, nosztalgia, ide vagy oda, hogy bemelsek a moziba, tehát kisrácként, és akkor lássak és leesek a székről. A csillók háborúja, a Jerry visszatér után egy évvel vagyunk, és ez a film, igaz, hogy szifé vannak, hasonló motivok benne, és szerintem ezzel a grafikával viszont nagyon-nagyon dobott mert a csillagok nem voltak számítógépes grafikák, tehát ilyen szinten ott modellek voltak végig, ugye Lukasz kicsit feltupírozta a 90-es években, de szerintem ez volt az első film, vagy mondjátok, vagy a nézők írjanak, hallgatók, amik, akik tudnak esetleg, volt-e korábban film, ami ilyen masszívan 27 percnyi, megnéztem, hogy 27 percnyi számítógépes 3D-s renderelt grafika van benne, őrület. És újra nézve ugyanezt mondom. Nekem egy picit ugye a, a, a Star wars a maket hajói egy picit élethűbbnek tűnnek, amikor ugye nézzük, ugye, de ugye ahogy mondod, 84-ről beszélünk, viszont nekem eszembe jutott egy film, nem tudtam, megnéztem, utána néztem, hogy mikor jött elő, kicsit utána jártam egy-két filmnek, mert azért volt egy-két érdekesség ebben a filmben, hogy melyik film honnan vett esetleg egy-két dolgot, de nekem, uh, ahogyhogy jutott eszembe, remélem olyan hallgatók vannak, akik még emlékszik erre a csodára, úgy hívták, hogy Power Kapitány és a Jövő Katonái. Ami egy évvel, Jaj, egy évvel később készült, 1985-ben, ha jól néztem meg, ahogy hívják ott. A... De ott jóval kevesebb a, a CGI van. benne, mert ott és csak a a így Így van, így van. de mégis benne. Milyen, milyen kontraszt van a két film között, tehát hogy a hogy ez a számítógépes vonalat, mondjuk, mert az, 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 az ehhez képest egy, egy tákolmány. Fú, figyeljetek! Bocs, hát ellent kell nektek mondanom, és nem hittem, hogy ez, ez meg fog itt történni, mert hogy én nagyon szeretem ezt a filmet, nem tudom, ezt ti is tudjátok, de Dave az biztos, igen, de én most így a utolsó csillakarcosra ja. gondolok, tehát nyilván én szerettem volna, hogy ez a, ez, erről a filmről most beszéljünk, és nagy kedvencem, és szerintem évente egyszer legalább megnézem a mai napig, viszont szerintem a CGI animáció bár fölülmúlta a korát a, abban a tekintetben, amit Dave is mondta, hogy meg Ennyire sok perc számot tekintve is a CGI animáció, és valóban jól néz ki abban a, ahhoz a korhoz mérten, de így azért 2022-ből visszanézve azért eléggé béna, és úgy, hogy közben felhozod a Power Kapitányt, ami szerintem pontosan ugyanilyen minőségben voltak a fémlények megcsinálva, pont ugyanilyen fényesek voltak kívülről, nyilván vannak benne olyan ö, megoldások a CGI-ba, ami mondjuk nyilván a Power Kapitányban nincsenek, az árnyékok, Davis említette, tehát hogy van nyilván van egy pár olyan dolog, ami, ami, azért itt jobban néz ki, de azért alapvetően azt gondolom, hogy azért mégiscsak egy bénáska CGI, vagy egy korabeli viszonyokhoz mérten egy, egy nagyon látványos CGI, de ne felejtjük el, hogy a, pont az említett Star Wars esetében is a pont az adja a filmnek az egyik sajátosságát, és az egyik mind akkor és mind ma, akár az eredetit és nem a felújított változatot nézve is, azért az egy megjelenésében, trükkjeiben azért egy elképesztően nagy mérföldkő volt, és pontosan azért néz ki jól, mert ilyen aprólékos, ahelyett, hogy olyan CGI-t akartak volna létrehozni, amit abban az időben még nem lehetett volna, nem lehetett, ezért inkább aprólékos modellekkel csinálták meg. Én szerintem ennek a filmnek sem ártott volna, ha bizonyos tekintetben modelleket használnak föl. Gondoljatok, csak most mondjuk a Star Trek-re, a TNG-vel vagyunk nagyjából egy időben. Ha a Star Trek TNG-ben CGI lett volna a hajó az elején, vagyok a főcímben, vagy egyébként a vágójelenetekben, akkor azt úgy, most ugyanazt mondanátok -e rá, mint, mint amit most az utolsó csillagharcosra mondtok, de nem akarlak titeket így megvádolni elfogultsággal a film tekintetében. Nyilván azzal egyetértek én is, amit Déj mondott, hogy ha bemelhetnék moziba, és megnézhetném akár most, ma mai fejjel a filmet, jó felbontásban, nagy felbontásban tényleg mozivásztanak, akkor azért ez egy hatalmas élmény lenne. Még ez a fajta CGI is. Én, és igazad van különben, teljesen igazad van ebben, amit mondasz. Ö, én inkább arra próbáltam így ö, utalni, hogy ugye itt két különböző gyártástechnológiát használtak. Tehát egyik a CGI-ra, a másik a, a, másik a maketre épített. Most az, hogy ez a, a, kor, a korhoz viszonyítva viszont, ahogy, ahogy, a Davis mondta, marha jó meg van csinálva. Tehát, ha egy hirtelen megnéznéd, érzed, hogy régi, de nem biztos, hogy rámondanád azt, hogy ez 1984-es, mert tényleg jól csinálták meg magát a jeleneteket, a űrcsatákat, meg ezeket. Kicsit érezhető, hogy nem mai csirke, de, de Összességűen szerintem ahhoz képest, hogy mikor készült, és ahhoz képest, hogy akkor milyen technológia volt, ahhoz képest hogy marha jó megcsinálták. Én nagyon aranyos kisfilm, ilyen oldalról szerintem. Talán az átmeneteket, ha megnézzük, ott van, ami ki, kilóg a az a, 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 a azokon a helyeken, ahol például fölszáll az autó, és látjuk ott talán, még lehet, hogy modell is volt, de aztán nagyon hamar átmegy, a, CGI autóba, bár az aztán jól meg van csinálva, tehát bizonyos szemszögekből és bizonyos felbontásban, nem is tudom, hogy 5000-3000, tehát elég nagy felbontást használtak, a számítógép 105 MHz-es volt, ez hatalmas szám, és 16 MB RAM-mal rendelkezett, miközben ugye egy, egy Commodore ugye ott a 64 KB-tal gazdálkodott, és az is korszintjén sokat ki tudott hozni. Tehát hogy itt a komodoros os grafikában... Három, három bocs, 3000 szer 5000 felbontás hát, volt, ha és 37-bit-es. Igen. Igen. Igen, tehát ha pixel Igen. számot nézzük, ami... Tehát az óriási, óriási. az ma is egy Éként, nagy, nagy ez, felbontás. Tehát a kár, nagyobb, mint egyet. Tehát jó, mondjuk, sokkal nagyobb felbontás, a cgi mindig nagyobb felbontásban készülnek, ugye, hogy jövőre, tehát jövőtállóak legyenek, bár ez minduntalan kiderül, hogyha például egy egy filmből, vagy tehát ha egy film cgi dolgozott. Annak a filmnek a felújítása során, ha nem áll rendelkezésre annak a, hát úgymond, egyébként itt vektoros volt, tehát itt például meg is lehetett volna csinálni, hogy fölskálázzák még magasabbra. Tehát ez például ezért is különleges volt, mert vektorgrafikás volt, és ezért nem látjuk ezeket a pixeleket, vagy ilyen kockás éleket, mert a vektorgrafikánál nincs olyan nagy gond az élsimítással, vagy például a különböző méretarányban való ábrázolásnál, hát simán, közelebbről, távolabbról, kicsit jobban tehát föl tudják nagyítani az objektumokat, és nem tűnik aztán annyira pilórecésnek az élek, és a felületek meg hát ennek köszönhetően mattak, mert gyakorlatilag kitöltik ugye a, a, azt a területet. De mondom, a, a, a mozgások például, és a Star Warsban sem volt egyszerű megoldani, azt hiszem a Dijkstrafex volt a rendszernek a neve, hogy például az űrhajó is mozogjon tehát több űrhajó mozogjon, egy felvételt elkészítettek, utána ugyanazzal a kameramozgással még egy, tehát egy dinamikus felvételt kaptak úgy, hogy gyakorlatilag ugyanazt a kameramozgást többször megcsinálták, számítógép vezérléssel már akkor 70-es években. Na most itt viszont szerintem nem volt könnyebb, meg ugyanaz a szemlélet kellett hozzá, hogy valaki digitálisan meg tudjon csinálni egy ilyen, ilyen dinamikus életűnek tűnő mozgást. Itt, itt harcokról van szó, űrharcokról, berepül egy űrhajó egy hangára például, az, az is nagyon tetszett nekem. Azt, amikor le, leszáll, hát nem űrhajó, akkor még az autó. És hát ugye, ha már az autóról beszélünk, ugye nem jutott eszetekbe, egy későbbi, pont egy évvel utána jött ki az a film, amiben hát egy... Akkor még nem volt autó. De az autó kerekeit, ha megnézed, a Lepró Dillerő ennek a kereke, hogy visszacsukódnak, és azt csak 89-ben készítették, ha jól tudom, a, a második-harmadik részét a visszajövőbe ö, moziknak. Tehát ö, valaki megnézte ezt a filmet, lehet az stáb. Jó, de hát ez már akkor benne volt így a, a köztudatban, meg Transformers is volt már. Viszont az autó az szerintem alapból egy DeLorean volt. Tehát, eh, ahogy én néztem, a, a alakja, a formája, jó, hogy kicsit yeah. rátettek egy, ahogy fölnyílt az ajtaja, tehát a, a maga, hogy hívják, a, ja, az is DeLorean. És így, én azt mondom, hm, mondom, ezt lenyúlták vissza a visszajövőből. Azt megnéztem, hát visszajövőből az 1985-ös az első. Tehát itt, eh, itt nem, nem a, itt pont egy fordított eset állt fönt, hogy lehet, hogy véletlenül ugyanazt az autót használták föl a magához, a forgatáshoz valószínűleg, de aranyos volt különben Amúgy maga nem, is. igen? Nem véletlenül mondtam a Blade Runner-t, mert uh, a abban látható uh, spinner terve, tervei alapján készült a film, ez így tudható. Tehát, hogy a Wikipedia oldalán olvastam, tehát ahhoz van, van köze nyilván a kor összes ilyen dolgából, de most én vagyok így az ügyvédje, úgy érzem, és mindig egy kicsit így le, le, letöröm a lelkesedést, nem, csak nem szeretném itt ha esetleg nem, nem, a, tényleg, ez, az ez utolsó harcos rajongók megdobálnának minket ő, valamivel. Akkor viszont most egy picit melléd állok, mert maga a film, ahogy így végignéztem az egészet, és ö, volt egy másik olyan jelet, amit mondtam, hogy ezt, a, 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 ezt valószínűleg ebből a filmből vehették ki, mert például nézzük meg a csillaghajónak, a, a csillagvadásznak az alakját. Rögtön beugrott egy, hú, mondom, kimondom, valahol láttam egy ilyen űrhajót, és kicsit nyomoztam utána, és ha jobban megnézzük a Babylon 5-nek a, a vadászgépét, a, azt, hiszem az a, nem a, azt hiszem nem a Babylon, hanem az a, a, ellenfél, ugyanez, ez a négy oldalt hajtómű, ugyanez a kialakítása, tehát ebből a filmből is rengeteget merítettek. Nagyon jól Ö, néz ki amúgy. Igen, maga ugye a Centaurinak a az eredeti kinézete. Ö, azt viszont nem találtam meg, de ezt a fajta ilyen, ilyen keskeny száj, az egész arc egyben világító szeme van, Ö, ezt tudom már, megvan. Hát valaki nézze meg most, ahogy hívják ott a legújabb Star Wars-t. Igazannak kék a bőre, de ugyanígy világít a szeme ugye, a, aki a Boba Fettbe meghal a végén, haj, de hirtelen akartam mondani a nevét De neki. most ne ez nagyot. Ö, nem spoilerezek nagyot, mert az már ugye kijött, az már régóta, régóta kim a Boba Fettnek a, meg ugye a, eredeti a Cat Bane. A Cat Bane például, ugye, tiszta úgy néz ki, csak világít a szeme neki, hogy igaz az vörösen, de az arca kialakítása, így rögtön beugrott, hogy bakker, valami ezt láttam, ezt a lényt is, és ebből a filmből szerintem nagyon sok dolgot merítettek, itt akár az ellenségnek a kinézet, ez a hüllőszerű lény. Olyan, és, és... harogének Igen, a igen, sztár igen. Sztár olyan, olyan, igen, olyan, olyan, nekem, nekem nézésem volt, hogy megnéztem, és először azt hittem, hogy hú, ez a film mindenhonnan. Ő összeszedett egy-két dolgot. De aztán De ez azon... a korábbi. Igen. És akkor nem. És ez a korábbi. Ez egyetlen egy dolgot nyúlt talán a másik filmekből, ugye pont az említett hologram, ugye amikor a fej megjelenik, ugye hol jelenik meg egy ilyen nagy fej birodalom visszavágba? ugye 81-ben a birodalom visszavágba a császárnak a hologramja. Azért mesteri szinkronja van, ma már ilyet szerintem elképzelni nem lehetne, hogy Revizki Gábort fölkérnek, hogy mondja csillag invázió izé, pilótája, vagy véded a határokat, a szúr, és a gondolármada ellen, tehát ezt már így biztos nem mondaná el a Revizki szerintem, de ugye Józse Imre meg elhúnyt nemrég, pár évvel ezelőtt sajnos, de érdekes, Trokán Péter ugye a szúr, nagyon jellegzetes fiatal erdész hanggal. Úgyhogy. Hogy, Nehéz a favágók életében. 88-as a, a szinkron, ugye? Tehát később került ez a magyar mozikba. Szerintem nem volt ez a magyar mozikban, szerintem ez csak VHS-en jelent meg. Én, én megmondom őszintén, hogy én szinte biztos. Hát én sem láttam mozikban, én is csak hát valami fekete-fehér tévéadás emlékszem, meg tavaly ezt megnéztem. És mondom, lehet, hogy azért tetszik nekem a grafika egyébként, mert én HD-ban néztem, egy ilyen 720p-s versióban. Ott még volt egy rendezői kommentár, is, időnként átkapcsolgattam, és mondogattak érdekes dolgokat. Egyszer majd tényleg végignézem úgy, de egyszerűen annyira jó a magyar szinkronja, tényleg, annyira jó ezek a... És jól hangzik, és ráadásul a fordítás is jó. És abban az időkben azért úgy néha még az angol szövegnél is voltak gondok, hogy nem tudtak áthozni a jó kis fordulatokat. Itt meg tök jól hangzik minden, jól hangzak ezek a kifejezések, ezek a tipikus cifés, hogy egy csillagvadász, csillagközi szövetségről beszél, hogy Star League, és tök jó, hogy a csillagközi szövetség az szinte a föderáció van, hogy itt több ilyen, tehát ilyen békés vagy, akik egy ilyen határ sorompó mögött élnek, és azt hiszem több galaxis jó arcok, mert magába foglal... Minket is védenek, igen, igen. és minket is Bár védenek. Földről ugye nem arcok. soroznak be, nem lenne szabad Kentorinak besorozni minket. Ez szinte az elsőleges irányelv a hogy hát ugye Alexet hát gyakorlatilag úgy sorozzák be, mint szerintem kicsit olyan, mint amikor a Ben Kenobi fogja magát és fölszed el a Luke skywalker hogy a, a, a Benu bács, Beru bács, vagy Benubácsi, vagy Berunén, mindegy, ők se akarják Peru, nagyon. Peru ugye, Peruván, Ráci, ugye, óvel és Beru. És Luke is elindul egy borzasztó nagy kalandra, ami sokkal nagyobb, mint amit valaha is remélt, de, de erre van teremtve, vagy erre vágyott. És ez az Alex, ez a tipikus, ez a vidéki amerikai srác, akivel baromi jól tudunk azonosulni, nem tudom miért, de valahogy ez a 80-as Amerika, főleg ezek a kisvárosok, ugye ez egy ilyen lakókocsi park, ez is egy ilyen tipikus jellegzetes, ugye, Uh, hát egyszerű emberek élnek itt, és ez szerintem így, így Magyarországról, a 80-as, 90 esek Magyarországról nézve, ez ilyen tökre felfogható dolog. Tehát itt is vannak a nagymenős rácok, ugye csajozás van, és hát milyen szép, ugye, hát Alexnek a barátnője Megi, tehát nem tudom, 80 as nem, nem tudom, tehát csak szép lányok voltak a filmekben, nekem a Jennifer üdött eszembe ugye a, a visszajövőbe, ott is ugye nagy szerelem van, de hát ugye yeah. a nagy szerelem mellett ott van, rögtön jön egy kőkemény küldetés, és akkor dönteni kell a srácnak. Hát ez az, az minden hősi útnak az alapja. Figyelj, a visszajövőben ugyanígy van, ott is egy ugye egy idősebb, a doktor, a doki, van a fiatalabb, ugye a, a Márti itt is van az idősebb, a, a Kentauri, aki hát ugye meghal, és hát ugye a végén örül neki, mert ők már barátok, tehát ennyitől már barátok a filmben, a skifigben, ennyitől barátok lesznek. Még visszatérve ö, a, a szinkronra, van olyan, ö, ami elsősorban nagyon kiemelkedően megmaradt benetek a, a szinkron kapcsán, majd aztán elmondom, hogy én miért, miért kérdezem ezt. Nem volt olyan idegen a szinkron. Szerintem jók voltak a hangválasztások, ö, a jó volt, könnyed volt, ö, hihető volt, ö, tehát az ember néz olyan filmeket, amiknek rossz a szinkronja. Lásd, én mindig hogyha hozom fel, bocsánat példának, a zöld lámpást, mert szerintem ott a főszereplőnek ugye az a hang, az borzalmas. Ugye tudjuk nagyon, hogy ki az állandó hangja, ugye a... Jaj, de itt akartam mondani, nem értem, hogy kérek, egy kicsit én lennén aztak. Na nem az volt most a hangja ott, és borzalmas. Nem azért, mert nem azt szoktuk meg, hanem egy karakteridegen volt. Ö, ö, tehát olyan... olyan, olyan Én olyan, nem tudom, ki a hangja. Idegesített a vég... Nem, nem emlékszem ne rá. Nevezzetek meg. De, nem számbor is soma? Egyszerűen idegesített. Most... Lehet, csak idegesít. Tehát, tehát idegesített a történet, és, és itt viszont nem. Tök, tök jó volt, élveztem, hogyha akkor tényleg nem, zavar, nem volt zavaró a szinkron, jó volt a szöveg, ahogy mondja a Dév. Géci Zoltán volt az Ryan a zöld lámpásban, Ryan A Színészen magával, ahogy hívják, tehát a hangjával, nincs gondom. Csak a karakter, meg a, a ő hangja, ott abban a filmben. Uh -huh. van, ilyen. van ilyen, van ilyen, van ilyen a hangot szeretem, mert másokból szinkronizált egy csomót, meg tudom, ismerem a hangját neki, tök jó, de oda nem illik. Nem él. a, össze, egy, persze rossz, rossz, van. rossz, volt a szinkron rendezőnek a választás, szerintem. Ennyi. Hát itt, itt, viszont, itt nincs is, olyan 80-as vagy 90 es évekbeli szinkron nincs is, ami, hogy mondjam, tehát azok mind kultikusak, mert olyan színészek voltak, hogy, hogy szerintem akkoriban nem is tudtak más választani, itt van Hacser Józsa is egy ilyen mellékszerepben, és annyira bírom, hogy itt van egy néni, csak és egyszerűen egyedül csak esetleg az Alex anyukája volt egy picit, nem is tudom, egy kicsit idősebbnek hatott a hangja, de amúgy mindenki, hát Revicki Gábor, ugye sokkal menőbb egyébként, én átát -át kapcsolgattam, és akkor sokkal menőbb az ő kompjúter hangja, és a játékgép is amúgy mennyire menő, tehát, és ezt annak a grafikáját megtaláljuk később ott a konzolokon, amint ugye, hát az az irányítócsarnok is, és az, az viszont már fizikai díszlet, az a rengeteg konzol ott a galérián, az tényleg egy ilyen vezérlő központnak látszik, tehát azért volt itt komoly fizikai díszlet is. Még visszatérve a magyar hangokra, hogy Józsa Imre, szerintem jó rajta volt, őt, őt más hangokban, szok, más szerepekben szoktuk meg, de itt ez még tényleg az az időszak, amikor ő még erre teljesen jó volt erre a fiatal srácra, aki azért itt ő, szerintem megfelelő komosságú volt. Tehát ez a, a ebben mindig gond van, ugye, ha a szereplőnk van, hogy ilyen izgága, meg nem. Ö, tehát ezekben az időkben tehát egy Mark Hamill nagyon jól előadta azt a kicsit naív, de aztán a, a, abba a hősi szerepe bele ö, simuló lux Skywalker-t. És itt is szerintem hát a Lance Guestről nem tudok sok mindent, hogy aztán ő milyen karriert futott be, ö, de, de itt szerintem jól, jól előadta Dolgokat, és hát azok a beszólások, hogy nem akar krumpli szedőgépet bütykölni. Egyébként elsangzik az angolba itt, shine your pickup. Tehát, hogy fényezem majd a pickup, ugye az ilyen pickup jártak a tipikusan a tínédzserek, ugye ezekre a platós kis teherautókra ugye mennek kis strandolni, meg így kempingezni. Ott is van egy kis mini jelenet, ott a ugye ott ilyen esti alvos a, a béta próbál ugye hát csajozni, és megpróbálja ellesni ugye a másik pártól, hogy mit kéne mondani a, a lánynak, és hát vagy bejön, vagy nem jön be neki. Ö, ez is mekkora, és csak ugye el van rejtve a filmben, hogy ö, itt van egy tök idegen lény, Béta egyébként rögtön déta jut eszünk nem? Aki tényleg a, a déta, ugye az android a, az új nemzedékben, a Star Trekben, ő, se, ő is tanulja az emberséget, nagyon emberszerű, de azért nem annyira, tehát esetlen még bizonyos dolgokban a humorban, meg hát tudjuk, például Déta is próbált csajozni, és őnek is se volt a nagy sikere, szóval nagy, nagy volt, és a, és a, magyar szinkron ezt mind szerintem erősíti, meg jobbá teszi, tehát nagyon jól hangzik, és mondom, ezek a csillag, tehát a is szavak is, hogy például Interstellar szóból az lett a magyarban, hogy te jót közi, Hát milyen jó kifejezés ez, ugye Tejút, ugye az a végig a galaxisunk lenne, hát jó galaxis közé, de hát itt galaxisokon átmegyünk egy ilyen, nem is tudom milyen folyosó, ez egy ilyen, hát végül is valamilyen gyorsításról van szó, ugye egy ilyen, hát nem csillagkapó, hanem egy ilyen, és nagyon egyszerűen van ábrázolva kis vörös meg kék ez egy ilyen űrfolyosó, amivel felgyorsulunk. Star Drive. Star Drive, és azt hiszem erre mondja, hogy csillagfolyosó. Vagy hát őt, nem akarták, a... gondolom, hogy hívják ott a hipertért, hiperút, <laughs> meg a egyéb ilyen csillag, Star Wars Star Trek a behasznált szavakat előni a, a kigond, mert ugye ez a szinkron, ez a fordítónak volt ugye a, a dicséret, hogy ő, ő, jól ültette át, és nem ugyanazokat a szavakat tette bele, amiket ugye a két úgymond népszerű science fiction <laughs> filmben elhangzanak. És a feleségoid... Hát a sziporkája magyar szinkronnak, hogy a Grig vagy Greg, Greg. felesége, ahogy és 6000 kis hasonló idja van. Hát el sem tudom képzelni, hogy hogyan. Egyébként nagyon jó volt a maszk, hát a maszkokról, az külön-külön lehetne nyitni egy podcastot. Ö, jó, 80-as évekről beszélünk, de hát ő neki nagyon jó volt a maszkja, mert nagyon jó kifejező volt a színész is alatta. Egy kicsit ilyen csoki kaméleon volt, vagy nem is tudom, a bőre. Meg hát ott voltak ugye a csillagvadászok, mikor ugye először érkezik oda a hangárba. És ők más nyelven beszélnek. mennyire jó, hogy nem, nem gagyi, hogy és ki volt ilyen, ilyen, mint ilyen jodamester, tudjátok, ő az angolban olyan hibás angolt beszél, nem butították le, hanem a, a, úgymond a nézőtől egy ilyen intelligenciát elvártak, hogy egy idegen helyen vagy, a Rájloszon, és ott Rylosziul beszélnek. És kapsz egy hát mi ez, fordító, diódát, hát és tényleg ott van a csippet, oda teszik Star Trekben, az egyetemes fordító, egyébként mindig csodálkozunk, Igen. hogy a kvartnak a fülébe van, mert ugye azt tapogatja, amikor a, a emberkékben a földre jönnek a ferengék, de nem tudjuk, hogy hol van az egyetemes fordító, a jelvényben van, vagy a fületben, még mai napig nem tudjuk, szerintem a Star Trekben, minden sorozatban máshol van, lehet, hogy itt is le kell nyelni valami, Igen, azért a lett de de itt ott van egy csíp, és akkor utána érted meg, hogy mi van, és talán már tök egyszerű. És kész, megvan van oldva. Igen, a maszkok. Hát uh, engem azért egy kicsit az a négyszerű valami, aminek rá, ott az megrémítette egy kicsit, de... Nem, talán az volt az egyetlen, ami egy picit úgy kilógott a filmből, én úgy érzem, mert, uh, mert amúgy... Túl a nem, 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 pont hatod, nem túl félelmetesnek. Tehát az, hogy uh, ijesztőnek. Tehát az, ez, egy, ez, egy, ez egy könnyed családi film. Tehát, de hogy... hát ezt mit tudunk arról, hogy ezt valójában annak is szánták, hát, nem? Vagy, mondjuk az az ijesztés Tehát, hogy vannak benne nem? olyan jelenetek, amik, amit már felsoroltunk párat, amik azért úgy, úgy ijesztőek, még ha amúgy egy, hát egy alapvetően romantikus történetet látunk, és a romantikát nem csak a csaj és a srác közötti romantikus kapcsolatra értem, hanem ez az idilli, kisvárosi, pont amivel egyébként, ahogy Dév mondta, tök Jól tudunk azonosulni, tehát, hogy valahogy ezt, a, ezt használja ki. Na, egy rövid szünet után akkor visszatérünk, és akkor folytatjuk a beszélgetést. És az is kiderül, hogy egyébként több Star Trek szereplő is játszik ebben a filmben. Úgyhogy maradjatok velünk, és azonnal folytatjuk. Ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum mély szívesen lépsz be a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk és segíts te is az ismeret terjesztést. Látogass a patreon.com per Parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis Podcast legújabb részét. Patreon.com per Parallaxis Na ugye a szünet előtt, hogy kikre céloztattam, ugye azt tudva levő, vagy aki már végignézte a filmet és megnézte a stáblistát, az észrevehette Will Wheaton nevét, ugye aki a Star Trek TNG-ben, az új nemzedékben, ugye, uh, hogy hívják milyen Crasher? Hirtelen akartam mondani, segítsetek. Nezzé, nezzé. jó, jó, jó. Okay. jó Beben. van, egy Crasher szerepében. Oh. Jó van, vasárnap van. Figyelj, egy vörös parukával. <sínt> Akár a saját anyja is lehetne, de Igen. nem, itt ugye fiatalabb korában vagyunk még, ha jól tudom, és ő ugye szerepel az eredeti változatban, vagy hát ugye készült vele felvétel, ugye Alex ott a lakókocsiparkban lévő kis gyerekek egyike, de a végsőbe kivágták, hogy miért maradt rajta, aztán a stáblistán az egy jó kérdés, ezt nem sikerült kinyomoznom, de ugye ő is játszik benne, plusz egyébként nem tudom, hogy tudjátok, azt hiszem a Megi anyja, vagy a nagy az a nő, aki a eredeti Star Trek első részben, tehát a, a nem a körkös, hanem a Segítsetek már, a meg kell itt... A kapitány, a the cage. Kapitányos. köszönöm, igen, a, a, a az, egy, az, egyik ilyen nagyfejű idegen, az amúgy ő, ez a hölgy. Hát nem ismertem volna fel. Egyébként aranyos vagy, aztán elengedte a megét, mert ez... ez tehát izgultam, hogy mi lesz itt a nagy, nagy szerelem vége. Egyébként még itt a, a hát én ugye sajnos nem azt a verziót néztem, viszont a, az Alexnek az öccse. Na most ott van egy jelenet, és azt hiszem utólag vettek föl néhány ilyen plusz jelenetet, ott a, a béta, tehát a másolat, Alex másolata már ott a takaró alatt van, ott építi föl saját magát. Egyébként az is durva, amikor leveszi a saját fejét. De a kis, kis <tosz> rác rác ugye, hát nem képregényeket olvas, hanem ugye Playboy magazinokat, és bizony megtalálta Missy Uniust, Jolanda, Baby, egyébként a magyarban sokkal jobban hangzik. Hát nem tudom, hogy ki volt a kisrác, meg lehetne nézni. Ö, igen, német Kristóf német volt, Louis Rogan. Ö, hát valami őrület, frenetikus, ahogy ezt fölmondta, ezt a mondatot. Szóval, sajnos Jolanda bébét nem látjuk a. Nem csalá... Ez nem egy családi mozi, csak ebből az lett. Mert, mert tulajdonképpen. De amúgy tényleg 38 nap alatt vették föl, amúgy azt olvastam róla, ami azért rövid idő. Szóval nem vitték túlzásba De gondolom voltak külső jelenetek Azokat éjszaka felvettek, hogy minden éjszaka zajlik Egy a nyitó jeleneten kívül Kb nekem különben, amikor úgy néztem a filmet, így, így a 80-as évek, és a srác a főszereplő, az Alex, nekem írtam, mondtam, hogy úgy gondolt, hogy bakker, hogy ez úgy néz ki, mint egy fiatalított David Hasselhoff, egy Night rider a nagy hajjal. <gül> 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 és az az egész, egész végig rányomta a feelingjét, a lányok, ahogy ma említettétek, hogy milyen szép csajok vannak benne, ugye, a b watch Knight Rider, az, az, abban az időben futottak ezek is, és annyira átjönnek ugye az egész korszaknak a adott feelingje, az, az, az valami félelmetes. Nekem az egész filmben még azt tetszett különben nagyon, hogy magát a, a hátteret. Tehát, hogy mi itt vagyunk a Nagy Amerikai Egyesült Államokban 80-as évek közepén, ott azért elég komoly technika volt, és, és nem hozták be, ahogy hívják, hogy most, ú, most jönnek a nagy hivatalok, vagy esetleg vagy, vagy FBI, vagy CIA, vagy hogy leszáll egy űrhajó azért azért leszáll egy űrhajó, 80-as években azért, mert csak észrevettek egy űrhajót, ha leszállt. És nekem azt tetszett a filmbe, hogy nem, nem hoztak be ilyen szállat, egy ilyen háttérszállat, ami szerintem sokat rontott volna a filmnek a könnyedségén. Szerintem. Ö, Integetnek a végén, és az beruhan az FBI. <laughs> mindenki álljon meg, és... <laughs> ez, és, és ez nekem annyira tetszett, meg tudod maga, hogy az egész is, hogy ugye hogy nem, 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 tolták túl például, hogy ú, leszállt egy űrhajó itt, akkor úgy gyorsan hívjuk az FBI-t, meg, meg ugye mindenki tudomásul vette, tehát a lakóparban. Ugye jó, ott volt ez a hű. játék, amit volt, de mindegy, hű, oké, leszállt egy űrhajó, tök jó nekünk. De az is mekkora, meg ugye várja, várja, és hogy megdönti a rekordot, az is mekkora, mekkora hír volt ott a lakóparban. Vagy az a falu? igen. Várjunk, Alex megdönti a rekordot. Egyébként ott kicsit mást is lehetett volna hallani, tehát ahogy így, így biztatják ott Alexet, egyébként teljesen a, a, azok a bácsi és ott az a csapos, vagy nem is, is tudom, két, tehát ott a, ez a büfének, vagy nem tudom, vegyesboltnak a tulajdonos, Tehát tényleg ő is egy ilyen öreg, ilyen, ilyen nem tudom, Jedi mesterként, vagy nem tudom, ilyen bölcserek, hogy amikor lehetőséged van, ragad meg, és ez tökre áthozza ezt az életérzést, ezt, amit itt, itt szerintem akárhonnan nézzük, ez szerintem ugyanaz az életérzés, hogy fiatalon van egy nagy lehetőséged, akkor, akkor ugorjál, és akkor, mert akkor fogod merni, tudni megtenni ezeket a... Hogy én most elmegyek a földről, és akkor gyere velem, és velem egy. Igen. Apropó Reach Out, ugye ez, egy, ez a szám címe, amit a 2004-es, az utolsó csillagharcos musicalben énekel a főszerep, a két főszereplő, vagy hát a nő meg a pasi egymásnak, miközben búcsúznak, mert hogy ugye a film utó tekintve, hát azért ebből a musical is készült, amiről mindenképpen beszélnünk kell, hogy lett neki, illetve hát játék, ugye sokáig, vagy az az urbán legend, egyébként a filmek kapcsolatban, hogy az a játék, amit látunk benne, az megjelent, ez nem igaz, nem jelent meg ebben a formában, később megcsinálták, és, és még megépítették hozzá a külsejét is, tehát azt az árkádgépet, de amúgy az Atari végül Miután megnézték a, a vágás során az emberei a, a filmet, hát rájöttek, hogy nem lesz egy nagy üzleti siker. Bár ugye tizen, azt hiszem 14 millióból készült, és 21 néhány milliót kaszált, tehát végül is nyereség volt a film, de hát nyilván nem lett az a nagy berobbanás merchandising, meg minden tekintetében, mint tehát a az utolsó csillagharcos figurák azért nem lepték el a piacot. Bár egy-két kép, képregény, regény, meg ilyen mindenféle Atari játék megjelent azért rá, de hát ez azért a 80-as évek vége, tehát azért gondolhatjuk, hogy ez nem az a, <laughs> nem az a nagyon nagy siker lett neki. Hát igen. Nem egy Rubik kocka, ugye? <laughs> hát nem. Hát még egy folytatást én megnéztem volna, hiszen a kalandok csak akkor kezdődnek, amikor fölszállnak az űrhajóra. Bár a, egy tévésorozat egy tévésorozat, pont a 90-es években lehetett volna belőle egy tévésorozat. Szerintem ez nagyon adta magát. Viszont egyébként készül a folytatás. 2020-ban, 20-as a legrégebbi információ róla, ahol hát írják a, az eredeti alkotók. Csokáig kérdéses volt a, a viszony ennek a filmnek, hogy tulajdonképpen ki és, és kinek van joga mit csinálni vele, de most úgy néz ki, hogy ez most már egy Ideje persze, húzzák-vonják, de hogy ez így halad, és akkor lesz belőle esetleg egy folytatás. Azért a mai technológiával, ezzel a sztorival egyfajta ilyen reboot és egyfajta folytatást is, amit egyébként ígértek az alkotók, hogy csinálnak, azt azért megnéznek ebből a filmből a mai technikával. Na, azt a CGI-t megnézném már. <laughs> az biztos, hogy jó lenne. Úgyhogy kérdés, hogy hogy vinnék tovább, mert ugye a főszereplő az már szerintem biztos, hogy nem fiatal itt inkább lehet, hogy ezt a... a biztos más játszanál. A, a gyermeke, hát ugye biztos, biztos, hogy lett uh, utód, lehet, hogy nem is egy. Aki a Rájlosson nevet, nevelkedett. Így van, így van, így van. És, és aztán kül... ő gonosz rossz lett, gonosz száfordult, de aztán kiderült, hogy lett még egy gyerek, akit messzire beadtak valahol. Ja, ez már volt, ez a Star Wars. <síns> 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 De viszont a, fő, a, a, a is megmenekült, ugye a fő ellenség, és hát ugye, ki tudjuk, hogy meddig élnek. ugye? Igen, ki tudja, igen, meddig, élnek. <laughs> ezt mondtad? Igen. Xor vagy zor volt ő egyébként? Tehát itt, itt, itt nekem xur. ez végig. XOR. x u mert én xur. y u láttam, legalábbis a felirat azt mutatta, nem tudom, hogy valaki mellé gépelt esetleg a... Akkor az valószínű. Hát van, van ilyen... Tipos, tipos, akkor ez a dolog. Hát, vagy lehet, lehet hogy a gyermekek tehát Hát lehet, hogy ők szúrnak is lett, és akkor... Ugye, Dix, és hát is, meg ott az szervezkedett. és akkor szervezkedett, és akkor megint megtámadja. Meg hát a azt tudjuk, üléket. meg hát azt megtudjuk, hogy ugye a, 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 az a, nem tudom, a császár az átadta neki a hatalmat, hogy amikor ott a jogart elveszi, akkor mond egy ilyen monológot, ott a, a pár katonának, akinek így a szemüvege leföljön, az, azt hiszem, <laughs> láttam az kurva jó volt. Hogy mi értem, a végén mind meghalunk, és akkor még rácsukódik, érted, hogy mit, lássam, hogy ha halok meg, vagy mi történik, szóval, hogy de, de ott mond egy monológot, hogy ugye az, azoknak, gondolom a kodánoknak, ha jól értem a sztorit, akkor ugye azoknak a kormánya, vagy a császára, vagy a tököm tudja ki, az átadta a hatalmat szúrnak, vagy, a, vagy a, nem a hatalmat, hanem a, a Művelet a Köszönöm szépen, ugye, mert ő tudja egyedül, hogy hol van ugye a gyenge pont a pajzson, a határpajzson, meg hogy hol van ugye a, a, ez a hangár, mert ugye nem a Ryloson vagyunk ott a hangárban tulajdonképpen, hanem az egy ilyen meteorba vájt egy kisbolygóba vájt ilyen bázis, ha, ha jól rémlik, de javítsatok ki. És ugye a végén vagyunk a Rylos, amikor ott integetni kell, mint a Star Wars-ban. Kitüntetnek, föléled az, aki egyébként meghalt, és minden happy end. És még a csaj is nálad van. Hát igen. Még kíváncsi lennék tényleg, hogy ezt hogy vinnék tovább ezt a filmet. <laughs> az, az biztos, hogy érdekes lenne, itt akár technikai oldalról, akár e történet oldalról. Na el tudunk játszani azzal, hogy ti mit, mit, milyen folytatást gondolnátok neki? Hát én biztos, hogy azt mondanám, hogy most már jöjjön vissza a császár. Tehát az, az el, a, az a, a hogy, hú, hogy hívták ezt a fajta? Szúr, Kodán. Kodán, igen, a Kodán fajnak a császára, ugye, hogy most már nem adja át, ugye, hanem hogy kitalálják, hogy, hogy ezt a pajzsot hogy lehetne végül is áttörni, vagy, vagy 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 akár egy ilyen belső konfliktusos részt is el tudnék képzelni. Ugye most is, ugye volt egy-két úgymond fanatikus, ugye, aki felrobbantotta az irányító központot. Itt mindenféleképpen ezen a vonalon vinném tovább. Nem biztos, hogy a földi vonalat beletenném, mert szerintem azt már azért nem hoznák vissza. Én szerintem a. Magát. Vagy? Vagy? Szúr! Szúr a Földön van, szúr a Földön mm, van. Is jó. <laughs> Beilleszkedett, a csillagapúba láttunk hasonlót, mikor talán, a, nem tudom, ott a Tröstön keresztül a, a. Igen, ugye ott, amikor ilyen üzletemberek lettek, tulajdonképpen ilyen gonosz, ja, mafiózó üzletemberek a van. Földön. Na hát az lehetnek szúr hirtelen, hogy ő is egy ilyen. Uh, uh, gonosz, és akkor itt, itt kéne levadászni. Olcsóbb is lenne, nem kéne annyi új csata, és Kanadába felvehetnék az egészet 30 nap alatt. Na. Szerintem az se kész rossz. a az se rossz. Vagy a kisöcsi. Hát ugye még az is egy... Ugye? ugye? Igen, nem a... tudjuk mi történt vele, lehet, így, hogy így őt van. is oda vitték később, és akkor ő ottan vagy Alex már meghalt, mert ugye a, az, új rész, a, az új részben a régi szereplőket, amennyire lehet, azokat offolni kell, mert azok tudják, hogy kellenek a folytatásban, és akkor fölhajtják az árat. Nem, nem, nem. Keveset kell fizetni, ez olcsó film lesz, ezért őket megöljük. Alexet kinyírja. A főszereplő az már addigra halott, mint a. Mint Will Smith, a függetlenség napja második, így van. Ő addigra már halott. E, tehát őt nem kell megfizetni újra. Látunk róla egy képet mondjuk, e, és akkor lehet mondjuk a, a fia, meg, a, meg ott a kisöcsi, a, nagybá a fia nagybátyja, arra azokról szólhatna így a a sztori, azok, azok maimán nálának és akkor lenne egy pont, amikor segítségre van szükségük, akkor elmennek a Greghez, és akkor ott, ott van vele is egy ilyen jelenet, tehát csak vele van, de már más játszal, csak abban a mazban, és akkor vele is van egy ilyen jelenet, hogy tanácsot ad nekik, és akkor és akkor végén megmentik a Földet is, és rájloszt is, és együtt örülünk. És a vége lehetne egy ilyen, ilyen franchise-ot csináljunk belőle, az, hogy mondjuk kiderülne az emberek számára, hogy nem vagyunk egyedül. És az Cliffhanger azzal van vége. Jú. És jön a következő rész. Akár forgathatjuk egyből olcsóbb. Ennyi. Na mit szóltak? Nem mit rossz. Szóltak? Nem rossz. Nem rossz. El tudnám én viszont a, Mondjuk a CW csatornára egy ifjúsági sorozatot indítanék, ahol ugye ö, hát a, a, a szövetség ö, leendő pilótáit képezik ki egy ilyen akadémián, és akkor közöttük hát ö, ugye rivalizálás szerelmek szövődnek, de egy váratlan nagy fenyegetés hatására ö, Minél hamarabb hát pilótává kell érniük. Egy picit a csillagközi invázióból vennék át motivumokat. Talán nem annyira erőteljesen ezt a ö, politikai vonalat, amit ott ugye. Militáris volt. Ö, igen, igen, vagy militáris igen. igen a igen. többet tudni. Már ott is egyébként ott is volt egy ilyen, ott folyamatosan ment a tévében egy ilyen propaganda ö, adás. Hát ö, ugye teljesen más, ugye, ma, ma itt van. Ö, egyáltalán egy ilyen, például a játékgép kultúra, vagy az a tehát, ahon, ahol őt besorozzák, tehát ugye ez egy teszt. Tehát hogyan keresel pilótákat. Tehát ez is egy külön, hogy az akadémiára hogyan soroznak be. Tehát például egy ilyen új kentauriként járnám a különböző bolygókat, és akkor besorozni a különböző fajokból, tehát ezeket a csáparcúakat, meg a nem is tudom, meg volt, az, a csáparcúnak volt ilyen csáplába, aminek a lábára, vagy nem tudom, még <laughs> szervére rálépett az Alex. De tudod, hogy amúgy a, hogy hívták a Stargate Universe-ben, elején az eli így, Ugye, hát, így, meg, megfejti, ők is így, így sorozták be végül is egy ilyen ég, ugye? ugye Bizony, hát itt nem is ugy ugyanez Hogy ez azért mennyire Klisés az, az ilyen filmekben De egyébként érdekes ötlet Tehát, hogy így kiválasztani Ha egy kicsit uh, megnézzük, hogy mondjuk Ha valóságban lenne ilyen Akkor hát végül is mi lehetne jobb Nyilván ma már nem egy árkád játék Hanem mondjuk egy ilyen, nem tudom Xboxos, Playstationos játék hogy egy VR lenne. játék, ami átváltozik a És akkor Lásd, egy uh, mégis csak, uh, hát az mégiscsak a valóság és akkor irány, irány a küldetés szerintem, szerintem itt a Wysen podcast Podcasten belül el kéne kezdenünk írni a saját történetünket Lehet. és akkor így ilyen folytatásos történet történetként, mert, mert látom van bennünk kreatív potenciál az biztos a tanulság ezt a műsort nem szabad vasárnap délelőtt fölvenni na yeah <sighs> Ez az a kell, meg kreatívak vagyunk. Igen, az összbenyomásatok egyébként a filmet tekintve, mondjuk ma látnátok először, de most eltekintve attól mondjuk, hogy tehát most a, csak a sztorira fókuszálva, nem a CGI-ra, meg azokra a sajátosságokra, amit nyilván a 80-as években máshogy néztek ki, mint most. Tehát arról eltekintünk, ha ma néznétek ezt a filmet, ma látnátok ezt a filmet, akkor mit, mit, gondolnátok? Elnyerni a, tetszétes, elnyerni a tetszétes, tetszéseteket, igen, vagy csak, vagy csak tényleg Kult filmé vált, és, és aki szereti és fogékony ezekre a régi, hogy akár a gyerekkorához, fiatalsághoz köthető régi ö, filmeknek az újranézésére, azokat önti el a nosztalgia, mint például engem is, és nézik szívesen, vagy önmagában ez egy ma is jó kis sztori lenne, akár a ma Václan, akár a tévében, akár streamingem. Hát én úgy látom, hogy szerintem maga a sztori, az, az, az erőteljesen azért 80-as éveket lehet rajta érezni, akkori fejjel, tehát most ugye 45 évesen már, de 20 éve, 20 éve, jobb, sokkal jobban tud az ember azonosulni a főszereplővel, hogy ó, igen, itt vagyok, ki akarok törni, éleszek a, a, a majd a hős, meg ahogy hívják. Én úgy látom, hogy most már azért nincs annyira meg a mai világban ez annyira, ez a hős kultusz szerintem, hogy kitörünk és hogy és hívják. Tehát ö, ma már ezt a filmet szerintem teljesen más, ö, ö, úgymond idézőjelben teszem ezt nagyon, mert én ezt nem támogatom, ezt az értékrendet, amit most képviselnek a, a fiatal, ezek a tini filmek, meg otják, mert nagyon sokszor bocsánatot kérek előre is mindenkitől, a, hogy hívják a mondatot, ettől a szavaktól, hogy néha nagyon gusztustalan és alpári stílusban, ö, ami sajn, amire sajnos van igény a mai, úgymond világban veszik föl ezeket a filmeket. És én nekem nekem ez jó, én lehet, hogy már öreg vagyok, meg ezen nőttem föl, nekem ezek sokkal jobban bejönnek. De ezt ma forgatnák le, ezt a filmet, akkor szerintem teljesen más ö, ö, lenne a, a, a filmnek a végkimenetele. Szerintem ez a maga idejében egy nagyon aranyos ö, ö, science fiction film volt, és nagyon jó volt én azt mondom, hogy szerintem ez a mai napig nézhető, aktuális, egy könnyed kis film, én azt mondom, hogy, hogy tényleg nagyon, nagyon jó, de sajnos most már nem így forgatnák le ezt a filmet, hogyha ezt most, most fel, föl, mert a mai kornak az igényei, a mai kornak a fiataljai teljesen más értékrend szerint gondolkoznak, ugye a más internet, a digitalizáció, sokkal jobban erőltetnék ugye ezeket a, ezeket a részeket, hogy az internet. Ugye akkor mi volt? Ty -tyú -tyú, játékgép. Ugye akkor ez volt a játékgép, ez volt a csúcs, a, a non plus ultra ezeket nyomták mindenhol a fiatalok, ugye bent a különböző játéklubokban, diszkokban, komikerek voltak, de most inkább, ugye látjuk is, hogy főleg inkább ilyen virtuális valóság, virtuális világba mennénk el. Én úgy látom, hogy ez ez a mi korosztályunknak, ezeknek a 30-40-es, 50-es korosztályoknak a, a, a filmje, és szerintem ez jól is van így. Jól is van így. Nem tudom, hogy ebben a második részéből kultfilm lenne, a, a, hogyha így meg, megforgat. Én attól, attól, attól félek, hogy mondom, ezt hozzáigazítanák a mai korhoz, és akkor nem lenne ugyanaz. Szerintem. Szerintem. Én sem tudok más mondani, hogy ez uh, ugyanúgy, ugyanúgy tetszik, uh, de nem, nekem nem, nem is a nosztalkia miatt, hanem uh, tehát ez, az, ez az életérzés uh, szerintem bármikor felfogható, ezzel bármikor lehet azonosulni. Tehát szerintem Persze, most mi itt vagyunk 30-40 éves, meg 45 évesen, hát az ember a, a, a saját fiatalkorát látja, hogy a de jó lenne ilyen, ilyen lehetőséget kapni. Poros kisvárosból vagy a, a tényleg ilyen teljesen királytástan helyről eljutni, és valami nagyot tenni, és felnőni ahhoz a feladathoz, már az Alex föladja úgy még a film közben, mm -hmm. és ez is egy jó oldala a dolognak, hogy nem látszik, nem ő nem a tökéletes hős, és azért tudunk vele jól együtt érezni, és végig a filmben ő, ő neki szurkolni. Tehát nem az a beképzelt, az a nagyon menő csávó, akinek úgyis minden sikerül, mert ő az a szuperhős. És mondták, hogy már a szuperhős filmek eltűnnek. Tehát elindult ugye a 2000-es években, amikor már volt tényleg olyan, olyan CGI, akkor egyre több ilyen superhős film jött, de akkor is inkább azok voltak népszerűek, ahol, ahol jól működött a, a, hősnek a karaktere, plusz a fizika, láss például egy pókember. Vagy nekem például az X-Men filmek is nagyon jók voltak. Aztán volt borzalmas például a Fantastic four a 2015-ös változata. Tehát a... Vagy a Daredevil. Hmm. Hát az egy egyszerű. Most borzalmas volt a Daredevil, tehát a Beneflek féle? Uh -huh. Hát nem volt jó, az biztos. Tehát azt szerencsére nem folytatták. Mindegy, tehát itt nagyon érdekes, hogy időnként jönnek ezek a nosztalgiai hullámok. Lásd, a Stranger Things és a Ready Player van, tehát amik próbálják é, ugye, é. meglobogolni a, az életérzést, azt a stílust is, akár a, itt a dramaturgiában, hogy, hogy teljesen mások voltak itt a párbeszédek, a vágások, a, a filmnek a ritmusa teljesen másra hagytak időt, tehát néha itt bagatel dolgokra mentek, tehát itt, itt, nagymamáknak a beszólásai vannak, meg itt elromlott a, nem tudom, a TV antenna, és azt kell javítani. Tehát nem, a Nem ez a, igen. Tehát a csak villant egyet. Nem a non-stop akció van, tehát amit nézed, hogy egy film pörög, mint egy vadászgép, és akkor és egyszerűen nem tudsz azonosulni a szereplővel, itt meg Kevés mondattal, meg jó kis párbeszédekkel gyakorlatilag teljesen be tudnak vinni a, annak a mentalitásába. Tehát itt tényleg kell egy másfajta stílus, és azért látjuk azért a próbálkozásokat, hogy ez, ezek azért működhetnek, vagy működhetnének. Tehát lehetne olyan stílussal forgatni, és nem lenne bűn az, hogy most meglovagolja ezt a noszlagjai hullámot, hogy 80-as, 90-es évek, mert, mert miért nem? ha működik. Tehát ö, nem kell mindig ö, jó franchise filmek vannak, manapság azok, azok működnek, nem mernek új típusúakat alkotni, de, de én abszolút nem bűn. Ha azon belül te egy, kihozol egy olyan, olyan minőséget, és te ö, tényleg jól castingolsz, tényleg jól legyártasz, és itt szerintem teljesen vietnám múlott. Szokták mondani, hogy ami régen ilyen trash volt, és kultikus lett, hogy az, az bizonyos közönségnek van számva. Itt viszont fontos, hogy szerintem ez, ez nem volt ö, trash. Tehát nem tudom, mennyire volt szolid, de ez egy olyan ez egy fix, ez egy jól működő film volt ö, akkor. Tehát itt ezen nem érzem, hogy, hogy hát ez csak véletlenül meg ben-ben ragadt, úgymond, vagy csak a magyar anyagokba ragadt volna ben. Mert szerintem azok a filmek úgy sokkal jobban eltűntek a sőjeztőben. Hollywood, meg ugye a film ipar, vagy a mai tehát terjesztés az kíméletlen. Tehát azt nem fogod viszont látni tévében, ott, ott nem lesznek, nem fogják újra kiadni, nem lesz felújított változata, és a többi, és a többi. Tehát szerintem itt, tehát valami időtállóság van, amit nem csak a, nem tudom, az ilyen pincéből fölmászó ilyen gíkek, meg ilyen nagy régi fanok tudnak értékelni. Ki kéne próbálni? Például visszahozni moziba, megnézni, hogy ez, ez hogy működhet moziban az óriási nagy kultfilmek mellett. Digitálisan felújított HD, mindenféle földióval, megtuningolva. De érdekes, ez tényleg érdekes lenne. Hát én minden esetre reménykedem, hogy ha lesz, hát ha lesz második rész, az mindenképpen felértékeli az első részt. Tehát, hogy még ha nem is sikerül annyira jól, de hát nyilván itt egy ilyen közönség filmet szánnának ezzel én úgy gondolom. Na hát, igen. Egyébként tudjátok, hogy én mit nem értettem a filmből? Volt egy jelenet, amit én a mai napig nem értek, és hát, ha meg tudjátok mondani, amikor ott szembe találkoznak már a a Alex meg a Greg repülnek már a csillagvadászban, és akkor összetalálkoznak egy ilyen felderítő hajóval, és ott mindegy, a végén lelövi ott egy ilyen Aszteroidában. aszteroidában bent próbálnak ugye ott elkapni egymást, és az volt, az, az, azt a mondatot nem értem, hogy utána a Greg föl háborodik, vagy legalábbis, hogy megölte, hogy lelőtte. Az Alex, de hát eleve ez volt a feladat, nem? Hát le kellett lőni, máskülönben jelenti a központnak, hogy ott vannak. Tehát, hogy miért, miért rökönyödött meg annyira rajta, hogy megölted, és akkor oda is fordul az Alex, és akkor, hát ha nem én megölt volna meg és, akkor egy... azt mondja, és akkor azt mondja, ugye, bocsánat, és akkor azt mondja, ugye, Greg, hogy jó, hát azt hittem, ha bedoblak a mély vízbe, akkor igazi csillagvadász jön elő. Tehát nem, nem, értem, hogy honnan jutottunk el hova, hogy mi történt. Hát tulajdonképpen előtte, mert le kellett. És mondja is ott előtte a Greg, hogy lőjél, lőjél már. De ott inkább, inkább a, a Alexnek volt a, az a dilemmája, hogy de ki ott ölnie kell. Nekem olyan Én ezt érzésem, értem. Olyan érzésem I volt, és igen, és a... Ja, végé... hol, és akkor ezen akad ki, hogy dilemmája volt. Igen, aha, igen, hogy miért vacillált aha. rajta, ő, mert ugye a játékból, ugye ezerrel, ezerrel, mint az őrült, meg mindenkit. De ugye lehet, hogy neki nem értette azt meg ezt a dolgot, hogy ő, ő most gyilkol először. Jó, Tehát jogos, ő, jogos, a, és jogos. Szerintem itt ez erre akartak. Nem a lövésre mondja a Greg, hanem a, a arra, hogy hezít hát, hát, igen. Hogy a, igen, ott igen. pont a szinkron nem adta vissza, vagy épp, hogy kivágtak valamit. Én most erről nekem az Enders Game ugrott be, de ne, nem nem magyarázzuk meg, mert nagyon nagy dolgot lövünk el, de kicsit olyan volt ez a a tanulás, mentor, tréning, és aztán az éles bevetés. Még itt a, én a szinkronban észrevettem itt a stáblistában, hogy Varga T. József, és fel is tűnt a hangja, tehát ugye a Pikát kapitánynak a hangja, hát ugye Horányi László mellett ő a másik, ő is egy kodán katona. Ahogy... Ő adja oda a jogart a szúrnak. Amikor behozzák a jogart a szúrnak, aminek olyan css, kinyílik ott egy az egy tök hülye dramaturgia, de az a lényeg, hogy ő adja, <coughs> ő adja át. Jaj. Mert az ezzel, ugye mondják oda neki ott az a Conanok, hogy hát, a, nem egy jogartól lesz valaki ugye a vezető, és akkor ez nem egy jogar, ez egy fegyver is, és akkor kijön egy tüske, hát miért lesz Úrsz vele? Érted? Én egy buzogány volt Na hát azt hiszem, hogy még tudnánk beszélgetni erről a filmről, de hát itt a, itt a vége a mai podcastünknek, a hangom is amúgy is elment, úgyhogy köszönjük a figyelmet, majd új résszel legközelebb július 21-én találkozunk, Faragó Dév és Kő Gergő nevében pedig további kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Sziasztok! Szép napot! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.